Társadalmaságát vást fel a örömükre, és a szív mély hangjait énekelt, homok tüzetnél lázasodott. Őrizd meg a hajnali földek szagát, az égi óceán roppant csillagzatát, a halk folyók zöld csobbanását. Őrizd meg, hogy elmerülhess benne, a rádtől sok bántó földi lesz. Mert kell egy pár bógyos emlék, szótöredék, villanó mondatfosztány, hogy visszanyert, elvesztett gyermekarcot, és egy darabot magadból már is visszahoztál. Világ könyvőse őrizetek, a napon az iskola, az osztály. A
falukon ott a tarisznya, benne a hamvasúly fogácsa, a félér és egy fénykép. A felsőső kiszabott arcán sülöknek az osztályban, a tanárok arca is, a második. Elérkezett a búcsú pillanata, a búcsújé, melyet túl régóta vártatott, és ma mégis, oly nehéz és szomorú. Ezek a percek az emlékezés percei. Visszagondoltok az első napokra, mikor szüleitek kísérletébe félbe léptétek át az iskola kapuját. A tanítónénire, aki bevezetett benneteket a betűk és számok világába. Eszetekbe jutnak az osztály kirándulás, a nyári táborozás és az osztály beállítóterek percei, amelyeket elsősorban osztálytörnökeiteknek köszönhetek, akik mellettetek álltak jóban és rosszban. Búcsuk kell bennetek nevezőitektől is, akik mindent megtettek azért, hogy becsületes ember váljék belőletek. Ne feledkezzetek meg rólunk sem, akikkel oly sok szép közös emlék tűzöttek. Számotokra ma utoljára jelez a csengő, aztán becsukódik a terem ajtaja, együtt az osztály, úgy, ahogy jóban, rosszban, gondban és örömben annyi éven át, de ma utoljára. Ez a pillanat még csak egy kis állomás az élet kezdetén, az igazi komoly munka és tanulás csak ezután van látok. A megszokott kedves iskolát és osztályt egy különös környezet váltja fel, ahol egyre több önállósággal és felelősséggel kell dolgoznotok. Ehhez a munkához kívánunk kitartást, szorgalmat és akaraterőt. Ez az ünnep most nektek és értetek van, de nincs az a szép ünnep, amely véget ne érne egyszer. Ez az ünnep is múltá válik hamar, és beáll engedelmesen a többi emlékeitek sorába. Engedjétek meg, hogy most végül egy dal soraival búcsúzunk tőletek. Elindulunk egy ismeretlen úton, és nem tudjuk mi, hogy mit hoz majd a sors. De bármi jön, mi élünk, nem felejtjük el az iskolát, mely útnak indított, és az együtt töltött sok szép napot. Azért vagyunk együtt, hogy elbúcsúzunk iskolánktól, tanárainktól, diáktársainktól. Nehéz lenne most felemelíteni a sok élményt, a tanítási órákat, a kiránduláshoz járvízó hangulatát. Ezeket az éveket együtt, de mégis mindannyian másként éltük meg. Az itt átélt kudarcok, sikerek, barátságok alatt jutottak bennünket, és egy kicsit a jövőket is meghatározzák. Az itt megszerzett tudásokhoz alapja a középiskolai tanulmányoknak.
Szeretnénk megállni helyünket, de azt is számolnunk kell, hogy nehezebb, komolyabb feladat vár ránk, ezért kitartásra, szorgalomra van szükségünk. Köszönjük tanárainknak, hogy a 8 év alatt emberségre, becsületességre is neveltek bennünket a sok és néha nehéz tananyag mellett. Ígérjük, hogy jól fogunk sárfárkodni azzal a tudravalóval, amit tőlük kaptunk. Szeretnénk köszönetünket nyilvánítani a technikai dolgozóknak, akik biztosították iskolán működési feltételeit. Köszönjük segítőkészségüket, a fűtőt, tiszta terveket, a különételeket. Kedves hetedikesek! Jövőre kiálltok a helyünkön ugyanilyen elszorult dolgokkal, vegyes érzelmekkel tekintve az ismert előző felé. Előttetek még egy év áll, és fogadjátok meg tanácsunkat. Tanuljatok szorgalmasan, akarjátok elfogadni a tudást, hiszen átalakulóban lévő világunkban csak az alaposan felkészült emberek boldogulnak. Kívánjuk nektek, hogy még sok szép jelvőkben legyen részletek. Ancseléva szavaival szeretném búcsúzni. Ha kiszakad az emberből életének egy része, egy érzése, nem baj. Az az ember, aki bírta az érzést, a gondolatot, az már örökhetik valamit. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, nagyszülőket, a kedves rokonokat, kollégáimat. Külön szeretettel köszöntelek benneteket, akik most vesztek búcsút iskolánktól. Tolnai Lajos szavait idézem. Itt kezdtem tanulni a valót, talán itt kezdtem tanulni az embert. Szinte hihetetlen, de már 8 év telt el azóta, hogy iskolán diákjai lettetek, elkezdtétek tanulni a betűvetést, az olvasást és a számolást. Ha az új ismeretek birtokában kezdtétek tanulni a valót, ismertétek meg az embert. Minél beljebb hatoltatok a tudomány birodalmába, annál jobban kitárult, nyílt meg előttetek a világ, az emberiség múltja és jelene, a tudományok törvényszerűségei. Közületek bizonyára sokan visszagondolnak a tanórák, hol feszült, hol kellemes hangulatára. Dolgozatírás izgalmaira, a fizikai terhelés okozta fáradtság leküzdésére. Szeretném felidézni a kirándulások kellemes óráit, napjait, ahol bizonyíthattátok fegyelmezettségeteket. A mezőgazdasági munkákkal nyújtott jó teljesítményeteket. Örömmel gondolok vissza arra, hogy szívesen dolgoztatok a közösségért, ezt az önzetlenséget ne felejtjétek el a jövőben se. Mi nevelők ígérjük, hogy a kedves, a szép dolgokat raktározzuk el, és azokra emlékezünk szívesen. Meggyőződtünk arról, hogy komoly hozzáállással, akarással kiváló eredményeket tudtok elérni. Képesek vagytok jó munkát produkálni, és ez reményt ad arra, hogy megálljátok helyeteket a választott pályán. Sokan bizonytalankodtatok a pályaválasztásban, néhányan jelenleg nem akarnak tovább tanulni, de azért mindenki figyelmét ajánlom. Legyen bár bölcs az ember, nem szégyen élni és tanulni. Kedves vallagú gyerekek! Mi nevelők féltve, de reménykedve bocsájtunk útra benneteket. Féltve, mert úgy kell bennünk a gondolat, megtettünk-e mindent értetek. Felkészítettünk-e benneteket a várható nehézségek leküzdésére, a kudarcok tűrésére, a hibák javításának képességére. Meggyőződéssel mondom, valamennyi titeket tanító nevelő azon fáradozott, hogy felkészítsenek az élet támasztotta nehézségek leküzdésére. Ezért mondtam és mondom ismerve a nehézségeket, hogy féltve, de ismerve erényeiteket, értékeiteket, reménykedve bocsájtunk útra minden jókat. Útravalónak néhány jó tanács, intelem és talán kérést engedjetek meg. Az élet nagyon kemény és nehéz iskola. Ha itt valaki gyenge eredményt produkál, netán megbukik, a saját bőrét tapasztalja ezt azonnal. Javítás lehetőség gyakran nagyon kevés, vagy szinte lehetetlen. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy kilátástalan a helyzetetek. Arra hívom fel figyelmeteteket, hogy folyamatosan küzdeni kell céljaink eléréséért. Ahogy a bölcs mondja, ember vigyáz, figyel meg jól a világot, ez volt a múlt, emez a vad jelen, hordoz szívedben. Éld a rossz világot és mindig tud, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen.
Lehet életetek bizonyos szakasza nehéz, küzdelmes, de mindig tudnotok kell, mi a feladatotok az életben. Akarni kell saját sorsotokon javítani, nem másoktól várni erre. A tevékeny ember kitartó munkával képes helyzetén változtatni, képes környezetét, a világot formálni. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt. Adj erőt, hogy be tudjak lépni. Van hitem a magas falak előtt. Igen, hinnén kell önmagunkba, képességeinkbe. Nagyon fontos, hogy az esetleges kudarcok, csalódások ne törjenek le benneteket, hanem még keményebb munkavégzésre sarkaljon mindannyiunkat. Kedves szülők, nagyszülők! A jelen időszakban a társadalomban tapasztalható bizonytalanság önöktől is nagyobb odafigyelés, türelmet követel. És erőt meríthetnek. Amennyiben gyermekeink tudják, hogy ránk mindig számíthatnak, szülőkre, felnőttekre, akkor hozzánk fordulnak támaszért, megértésért, és nem menekülnek velerikbe, és nem válnak káros szemlődéért rabjaival. Ebben az esetben van reményünk arra, hogy gyermekeink boldoguljanak az életben, és ezáltal örömet szerezzenek nekünk. A kedves szülőknek joga és kötelessége megkövetelni gyermekétől a munkát, a teljesítményt, az élet produkált nehézségek leküzdését. Ehhez a rendkívül nehéz, de szép feladathoz kívánok a kedves szülőknek, nagyszülőknek jó erőt és egészséget. Kedves ballagó gyerekek, költőivel, szavaival köszönöm kérdőre. Az élet hív, a sorskapunk belépek, mosolygó emlékként a diákévet kísérnek, hogy vigyázzak majd utána. Az élet sürget, vár, én már búcsúzom. Miklós, búcsú az iskolától. Szellővészelítülő szélben, fák hegyén, tavasz hegyén. Évvégéig hány nap van még? Számolgatja a diákseret. Lesz még 15 matek és 43 koránkelés, de aztán játék a szabadban, tavasz van, tavasz van. A matek órák elfogyását számolgattam én is, most bevallom. Virágos étek csábítását szívemben most is újra hallom. Mégis én nem tudom, az öröm megáll félikon. Most elbocsájt az iskola, s vissza nem fogad soha. Egy hosszú év, feltámad minden emlék, a nem szép és a szép már egyre ment, akár csüggedés. Itt történt minden én velem, itt talált rám az értelem, s titkon, mert helyet adott, megsimogatom a padot. Sok száz hálás diáknak szószólója most én vagyok, a szívem kell felmutatni, mert hangom elfúr és adok. Honnan is vennék erőt? Hálok tanáraim előtt, keressék ki a nevemet, elégtelen a felelet. Nagy munkájuknak mi az ára? Nem a hála és nem a rendjel, de talán majd felnő közöttünk sok kiváló, talpik ember. Ő a joghoz, ő a néphez, ő a jóhoz és a széphez. Éltünk, érdemes volt mégis. Talán köztük leszek én is. Elmegyünk. Töröljük le szépen a táblát és a könyveket. Nem látjuk mi már a tantermünket, és az sem minket. Mert az évnek vége van, de nem múlott el nyomtalan. Életünkön végigvezet a tudás és az emlékezet. Thank you.